Hvala što pratite <tune> kanal. Szervusztok, Hodászanás vagyok, és ez az Eternum YouTube csatorna, ahol egy új rovattal jelentkezünk. Mivel sokszor megkaptuk visszajelzésben, hogy hiányzik nektek a papi frankós videóformátum, amikor csak én vagyok a mikrofon előtt, és egy-egy témában bővebben és hosszabban fejtem ki a gondolataimat, arra gondoltunk, hogy most ebben az új évadban indítunk egy ilyen rovatot is. Mivel a legtöbbet elhangzó kérdés a homoszexualitás és kereszténység viszonya összeegyeztethetősége, ezért arra gondoltunk, hogy stílusos lenne ezzel a témával indítani ezt az új rovatot, úgyhogy vágjunk is bele. A podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, aminek segítségével még több izgalmas beszélgetést tudunk készíteni. A műsor támogatója a Keve Cosmetics. Kozmetikumok férfiaknak és nőknek. Emlékeztek rá, és én is emlékszem rá, hogy két ígéretem volt, amikor elindítottuk az Éternom YouTube csatornát. Az egyik az az, hogy nem csak a homoszexualitásról fog szólni, a másik pedig az, hogy nem fogom megváltoztatni az egyház tanítását. Na most, hogyha visszanézitek az eddigi videókat, akkor látjátok, hogy az első ígéretemet abszolút betartottam, és bízom benne, hogyha megnézitek ezt a videót, akkor látni fogjátok, hogy a második ígéretemet is abszolút betartom. Miért fontos beszélni erről a témáról? Sokszor beszélgetünk arról, vagy sokszor felmerül az, hogy a melegeknek mennyire nehéz a hittük, mennyire nehéz megtalálni a helyüket az egyházban, és mennyi sok fájdalom és nehézség, szorongás kapcsolódik ehhez a témához. Én is, amikor rájöttem, vagy beismertem magamnak, hogy mi a helyzet velem, akkor tulajdonképpen két tűz közé kerültem. Nagyon szerettem Jézust, de nem tudtam, nem elmenni a a tény mellett, hogy milyen fajta vágyaim és vonzódásaim vannak. És aztán, amikor kiléptem a papságból, akkor szembe jött velem az a legalapvetőbb tanítása a Bibliának, és megér megéreztem a saját életemen, a saját zsigereimen, ha szabad így mondanom, megéreztem a szívemben, amit a Biblia tanít, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És amikor megismertem a páromat, akkor uh, megint csak egy nehéz helyzetbe kerültem, hogy az egyházam most elvárja tőlem, hogy én ennek a kapcsolatnak ne adjak teret, ezt a szerelmet folcsam el már csírájában, és igenis éjek egyedül életem végéig az albéletemben. És amire szeretnélek hívni titeket ebben a videóban, hogy gondoljuk újra mindazokat a dolgokat, amiket hiszünk ezzel a témával a kapcsolatban. Szeretném megmutatni ebben a videóban, hogy sok olyan hiedelmet hordozunk magunkkal, amik igazából sem a Bibliában, sem az egyház tanításában nem szerepelnek mégis emberek életét megkeseríti, megnehezíti. Szeretném, hogyha tudnátok egy kicsit empatikusak lenni velünk melegekkel kapcsolatban, vagy magatokkal kapcsolatban akár, hogyha ti is ugyanebben a cipőben jártok. Én ezzel a témával nagyon sokat imádkoztam, nagyon sokszor vittem Jézus elé. És az, amit én is megtanultam, automatikusan átvettem, hogy a homoszexualitás égbe kiáltó bűn, a számomra nagyon erős szorongást okozott. Nagyon sokszor feküdtem le azzal, hogy azt éreztem, hogy mivel égbe kiáltó bűnt követtem el, az Úr le fog sújtani rám éjszaka álmomban. Nyilván ebben benne volt az én saját szorongásos állapotom, a, a pánikbetegségnek a, a hatása, de azért nagyon sok melegnek ez komoly problémát okoz. Keresztényként azt érzem, hogy szeretem Jézust. Nem akarom megbántani, és ezért amikor párom lett, akkor elévittem őt, és éreztem a szívemben, és szinte biztos vagyok benne, hogy egyébként, hogyha ők találkoznának szemtől szembe, akkor jóba lennének. És nem akarok hinni egy olyan Istenben, aki, aki, olyan dolgokat vár el tőlem, ami megnyomorítja az életemet. Majdnem tíz évig szolgáltam papként, és most visszatekintve látnom kell, hogy egyrészt az egyházi ége hirdetésünk nagyon bűnfókuszált, ezt egyébként Varga Laci püspökatya is már a szemünkre vetette, az egyik Facebook posztjában, hogy minthogyha bűnfét is benélnénk, állandóan arról beszélünk, hogy mi bűn, mi nem bűn. És azt is látnunk kell, hogy az Evangelion hirdetése nagyon jogászi szemléletű lett. Mint hogyha ténylegesen kollektíven a bíróistenképpel rendelkeznénk, a bíróistenképpel, aki mindig csak azzal foglalkozik, hogy mi a törvény szövege, és hogy valaki azt átlépte, vagy nem lépte át, teljesítette, vagy nem teljesítette. És óhatatlanul én azt érzem, hogy az utóbbi időben belecsúsztunk ebbe a szemléletbe ahelyett, hogy Jézus lelküllettével hirdetnénk az evangéliumot, aki elsősorban meghív, elsősorban befogad, elsősorban átölel. Azzal a lelkülettel, ahogy a tékozló fiút öleli át az édesapja, azzal a lelkülettel, ahogy Jézus szól a vámoshoz, hogy ma este nálad akarok vacsorázni. Ez egy egészen más evangéliumi lelkület. Tisztában vagyok vele, hogy sokunk számára az, amit hiszünk, az tulajdonképpen a személyiségünk szerves részét képezi. Éppen ezért, amikor valaki megkérdőjelez egy-egy hiedelmet, vagy akár hittételt, akkor nagyon erős szorongást tudunk átélni. Általában ez a komment szekcióban tapasztalható vehemenciának a gyökere, hiszen valami olyasmi van megkérdőjeleződve, amire az egész életem, az egész gondolkodásom épül. Most mégis arra kérlek téged, hogy egy pillanatra ülj le, dölj hátra, és gondold át azokat a dolgokat, amiket idehozok hozzád. Olyan hittételekről, hiedelmekről fogok beszélni, amiket hamisan hiszünk. És tudom, hogy ezzel tulajdonképpen kapaszkodókat veszek ki sok ember kezéből, akik számára ez eddig biztonságot jelentett. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy ezek a kapaszkodók sok esetben hamis kapaszkodók nem az evangéliumban és nem az egyház tanításában gyökereznek. Mielőtt belevágnánk magába a videóba, szeretnék előre néhány érvelési hibát idehozni, amit gyakran szoktam tapasztalni, ezt csak azért teszem ide a videó elejére, hogy megkönnyítsük mindannyiunk életét. Az első dolog az, hogy pusztán azért, mert egy érvet már hallottál, az nem jelenti azt, hogy az az érv nem releváns, vagy nem igaz. Arra kérlek, hogy ha reagálsz, akkor az érvre reagálj, és az érvet száfolt. A másik, amit megint csak gyakran szoktunk elkövetni, mint érvelési hibát, hogy a másik ember személyét támadjuk, tehát személyeskedünk. Az, hogy másik milyen ember, vagy én milyen embernek tartom őt, hogy hitelesnek tartom őt, vagy jó embernek, vagy gazembernek tartom őt, ez nem mond el semmit arról, hogy amit ő mond, amit állít, az igaz vagy nem igaz. Egy hazug, csaló, gazember, ha azt mondja, hogy van Isten, akkor attól még én katolikusként azt mondom, hogy igazat mond, annak ellenére, hogy milyen ember. De ha egy nagyon-nagyon jó ember, egy fedhetetlen erkölcsös és nagyon jó ember véletlenül valami nagy marhaságot mond, ami nem igaz, akkor az nem jelenti azt, hogy amit ő mond, a fedhetetlen és jó ember, az mindenképpen igaz. Tehát érdemes megint csak az érvekre fókuszálni és az érveket szápolni. És azt is tudom, hogy sokan azt fogják gondolni, hogy ez a videó relativizálás. Én azt gondolom, hogy relativizálás akkor lenne, hogyha azt mondanám, hogy a Biblia már nem releváns, a Biblia már számunkra nem tekintély, és igazából élje mindenki úgy, ahogy szeretne. Ha ez a videó relativizálás lenne, akkor nagyjából relativizálásnak kéne tartanunk például azt is, amikor a második vatikáni zsinat bevezette az anonim keresztények fogalmát. Ez akkor történt, amikor szembesültünk azzal, hogy az a hittétel, az a dogma már nem tartható, hogy az egyházon kívül nincsen üdvösség, és ezt valahogy úgy oldottuk fel, hogy azt mondtuk, hogy vannak anonim keresztények, akik ugyan nincsenek megkeresztelve, de lelki ismeretük szerint jól éltek, és ezért végül is az egyházon keresztül őket is üdvözíti Isten. Na most nyilvánvalóan ez sem relativizálás, de azt sem tartom relativizálásnak, amikor megvizsgálunk egy bizonyos hiedelemcsokrot, vagy egy bizonyos erkölcsi kérdést a maga valóságában és összetettségében. És még egy utolsó dolog, tudom, tisztában vagyok vele, hogy érintett vagyok, nem véletlenül kezdtem foglalkozni ezzel a témával, és azzal is tisztában vagyok, hogy mivel személyesen érint, ezért nyilván én is, amikor utána olvastam, utána néztem, stb., akkor valószínűleg azok az érvek, amik az én álláspontomat erősítik, jobban érintettek, mint azok az érvek, amik uh, cáfolják az én álláspontomat. Én próbáltam törekedni az objektivitásra, de nem zárhatjuk ki azt a tényezőt, hogy ténylegesen érintett vagyok. Viszont azt is érdemes meggondolni, hogy nem csak én vagyok személyesen érintett ebben a témában, hanem nagyon sok velem vitatkozó ember is. Hiszen, hogyha valaki mondjuk szorongást él meg azzal kapcsolatban, hogy esetleg az egyház általa eddig hit tanításáról kiderül, hogy az nem is úgy van, akkor ez ugyanolyan érzelmi érintettség, mint amiben én vagyok. Én ebben a videóban próbáltam törekedni az objektivitásra, ha ez nem sikerült, vagy valahol tévedtem, nagy szeretettel vállak a komment szekcióban mondd el a véleményedet. Amikor készültem erre a videóra, akkor kezembe került Szabados Ádám írása, a Divinity blogot vezeti, amit egyébként nagy szeretettel ajánlok figyelmetekben, mert nagyon értékes írások vannak rajta, és uh, sok kritikám lesz majd egyébként ezzel kapcsolatban, nyilván fogok válaszolni egy-két felvetésére neki is, de ez nagyon fontos, hogy Ádámmal mi nem vagyunk olyan értelemben egy platformon, nem csak azért, mert ő nem katolikus, hanem hogy amennyire én tudom, és utána néztem, az evangélikál mozgalomhoz tartozik, ami a Bibliának egy olyan fajta értelmezését vallja, amit én nem vallok. Katolikusok. Továbbra is katolikusnak vallom magam, és hiszem is vallom mindazt, amit az egyház tévedhetetlenül és a véglegesség igényével előterjeszt. Éppen arról beszélek, hogy ebben a kérdésben sok minden, amit ennek hiszünk, igazából nem ez. Tehát például a katolikus egyház a homoszexualitással kapcsolatban Dogmát nem határozott meg. Tehát nem is tudok eretnek lenni, hiszen eretnek akkor lennék, hogyha egy végérvényes hittételt mindenféle üdvös figyelmeztetés ellenére kitartóan tagadnék, vagy másképp gondolnék. Nézzük a Biblia tanítását. Nyilván nagyon hosszú lenne a videó, hogyha az összes igehelyet idehoznánk, ami egyébként csak 6, illetve egészen pontosan csak 5 igehely, de mivel ezzel kapcsolatban már volt korábban egy beszélgetésem egy rabbival ezen a csatornán, amit most belinkelünk természetesen, hogy megnézhessétek, ezért az ószövetségi igehelyeket én most itt el is engedném. Néhány általános szempontot szeretnék idehozni. A Szentírásnak körülbelül 30 ezer igehelye van, és ezek közül öt foglalkozik a homoszexualitás kérdésével. Azért hozom ezt ide, rögtön az elején, mert már ebből is látszik, hogy mennyire túltoljuk ezt a témát, mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk egy olyan témának, ami igazából a bibliai kinyilatkoztatás alapján valószínűleg sokkal kisebb jelentőségű. Ha csak azt megnézed, hogy mondjuk mennyit beszél a Biblia az üdvösségről, az üdvözülésről, mennyit beszél mondjuk a gőgről, vagy mennyit beszél akár mondjuk a szegények szolgálatáról, látjuk azt, hogy egészen mások a hangsúlyok. A bibliai szövegek vizsgálatánál én eleve nem tartom relevánsnak a szó szerinti értelmezést, már csak azért sem, mert hogyha annak tartanám, akkor mondjuk meg kéne köveznem azt, aki kevert anyagú ruhát visel, vagy mondjuk kérődző állatnak kéne tartanom a nyulat. Szóval egészen biztos vagyok benne, hogy az Isten nem várja el tőlünk, hogy gondolkodás nélkül vegyük kézbe a Bibliát, és szó szerint értelmezünk mindent. Ráadásul a katolikus egyház tanítása az, és ezzel én is egyetértek, hogy a Biblia egy több ezer éven keresztül íródott könyv, amiben különböző szerzők írták le az isteni kinyilatkoztatást úgy, ahogy azt ők tapasztalták, és ezért a leíratban, a végleges szövegben benne van az eredeti szerzők személyisége, az, ahogy ők látták a világot, az, amit ők tudtak a világról. Tehát nem lehet számon kérni egy jó szövetségi szerzőn, hogy miért mond olyat, hogy a nap kering a föld körül, mert akkoriban, az ő idejében ezt abban a környezetben így gondolták. Az is egy nagyon izgalmas szempont, hogy minden igehelynek megvan az úgynevezett nem csak szövegkörnyezete, hanem zicimlébenje, ami azt jelenti, hogy milyen uh, helyzetben született az a szöveg, tehát mire reagál mondjuk a szerző, milyen társadalmi környezetben született meg a szöveg. Benne van a szerzőnek a szándéka, hogy mi volt a szerzőnek a szándéka azzal, amit leírt, mit akart mondani, és nyilvánvalóan a szövegnek van egy műfaja is. És ha érteni akarjuk, hogy egy szöveg pontosan mit jelent, akkor ezeket mind-mind figyelembe kell vennünk. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Pálapostorról tudjuk, hogy ő hívő farizeus volt, tehát ő abban növekedett, abban nőtt föl, hogy a törvény minél inkább szigorú betartása az, ami elvezet minket az üdvösségre. És a, amit az ő írásaiban olvasunk, abban még felsejlik az a farizeusi törvénykező nagyon szigorú hozzáállás, ami mondjuk János Apostolnál egészen másképp néz ki. Tehát amikor olvassuk mondjuk Pál leveleit, akkor tisztában kell lennünk azzal is, hogy Pál egy egészen más karakter, mint mondjuk János Apostol, vagy éppen Péter. Az új szövetségben mind a három ide vonatkozó igehely Pálhoz köthető, ami éppen azért izgalmas, mert Pál, aki maga is cölibátusban él, Egyrészt neki egy kicsit be van akadva ez a szexualitás téma, másrészt ő nagyon hajlamos arra, hogy szélsőségesen és árnyalatok nélkül fogalmazzon meg témákat. Vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a biblia korabeli zsidók találkozhattak-e azzal a típusú homoszexualitással, amit ma megélünk. Tehát ez a kölcsönös, szereteten alapuló, kiegyensúlyozott, akár monogám hosszú távú párkapcsolatban megvalósuló homoszexualitással. Egyébként Ádám is a Divinity blogon írt erről, hozott különböző érveket arra, hogy igenis találkozhattak. Én azt mondtam, hogy szerintem nem, és azt is elmondom, hogy miért. Az ószövetségi zsidók annak ellenére, hogy a helén kultúrában mondjuk ez már megjelent, az ószövetségi zsidók ezzel nem találkozhattak, mert nem találkoztak a hellén kultúrával akkor, amikor a Levitikus szövegei születtek. Pál elvileg találkozhatott, de pusztán az, hogy találkozhatott, nem jelenti az, hogy találkozott is. És egyébként, amit Pál írásaiban látunk, számomra az nem arról árulkodik, hogy találkozott ilyenfajta homoszexualitással. Ha elolvasott Pál írásait ebben a témában, akkor azt látod, hogy a homoszexuális cselekedetet minden esetben olyan bűnökkel veszi egy kalap alá, egy felsorolásban szerepelteti, amik nyilvánvalóan teljesen különböznek ettől, teljesen kakuk tojás, mondjuk egy megélt homoszexuális szerelem, a, a báványimádáshoz képest, vagy az Isten gyalázáshoz képest. Szóval ezért mondom én azt, hogy bár Pál elvileg találkozhatott homoszexuális szerelemmel, vagy tudhatott ennek a létezéséről, de ennek semmi elét nem adja. Még egy apró megjegyzés, hogy vitatkozunk azon, hogy Pál idejében ez ismert dolog volt-e vagy nem. Nekem az álláspontom, és cáfoljatok meg, hogy nagyon sok esetben ez ma sem ismert. Tehát számtalan esetben megkapjuk mi melegek, hogy sok ember azt gondolja, hogy nálunk nincsen szerelem, hogy nekünk nem működik a monogámia, hogy mi nem vagyunk képesek hosszú távú kapcsolatra, és hogy igazából mi csak a szexualitás miatt keressük a kapcsolódást a másikkal. Nézzük először Pál írásait. Ugye két helyszínünk van, Róma és Korintus. Egyébként Korintusban írja a római levelet. Mind Róma, mind Korintus Pál idejében a romlás és a pogány kultuszok központja volt. Korintusban nagyjából akkoriban ezer főre volt tehető a szent prostituáltak, a hieroduláknak a közössége. Mind a korintus, mind a róma tulajdonképpen az erkölcsi romlásnak volt a szinonimája. Ha azt mondtad, hogy korintusi lány, akkor tulajdonképpen egy könnyűvérű nőre gondoltál. Ha azt mondtad, hogy korintusi módon él, akkor az tulajdonképpen azt jelentett, hogy teljes kicsapongásban él. Pál ezekben az írásaiban egyértelműen ettől a fajta életviteltől akarta megóvni az ő követőit. Pál nem foglalkozik a maga komplexitásában ezzel a kérdéssel. Sőt, igazából Pálnak nem témája a homoszexualitás, hanem a homoszexualitás mint egy illusztráció használja egy bűnfelsorolásban. Ez a bűnfelsorolás egy bűnkatalógus tulajdonképpen, ami akkoriban ilyen szilárd formában adódott tovább. Kicsit olyasmi, mint mondjuk a hétfőbűn, hogy valaki egyszer leírta, és akkor ezt így átvesszük, és akkor egy mondjuk, hogy ez a hétfő bűn, de ez tulajdonképpen nincsen újra gondolva, hogy ez tényleg így van-e ezek a bűnkatalógusok, ezek illusztrációk a páli eredeti gondolatokhoz. Miért lényeges ez? Azért lényeges, mert mint említettem korábban, hogy fontos a szerzőnek a szándéka. Ha most mondok egy másik példát, egy párhuzamot, akkor például képzeljétek el azt, hogy azt mondom, hogy valami majdnem akkor a bűn, mint mondjuk piros lámpán átmenni. Ugye ez azért érdekes, mert akkor ebből az következik, hogy én a piros lámpán való átmenetet bűnnek tartom, ami egyébként igaz. Viszont, ha visszakérdezel, és megkérdezel, hogy minden esetben bűn a piros lámpán átmenés, vagy minden esetben súlyos bűn a piros lámpán való átmenés, akkor azt fogom mondani, hogy ha ez a kérdés, és ezt akarjuk kifejteni, és ez a témánk, akkor azt tudom mondani, hogy a piros lámpán való átmenetel az igen bűn, mert a nevű parancsolata ellen vétesz, hiszen veszélyezteted a saját és mások életét. De ha mondjuk véletlenül mész át, mert nem veszed észre, akkor egészen alacsony a saját felelősséged. És ha mondjuk a feleséged szül a hátsó ülésen, és te neked minél gyorsabban be kell jutnod a kórházba, akkor viszont azt mondom, hogy el tudok képzelni olyan szituációt, amikor konkrétan kötelességed átmenni a piros lámpán. Ilyen értelemben, ha visszakapcsolódunk Pálhoz, ugye amikor ő illusztrációként használja a homoszexualitást, akkor ezzel azt mondja, hogy ő bűnnek tartja, de nem beszél arról, hogy ez komplex vizsgálatában ennek a kérdésnek, mondjuk milyen esetben lenne bűn, milyen esetben mekkora bűn lenne. Sokan egyébként erre azt mondják, tudom, hogy ez teljesen mindegy, ez nem szempont, Pál azt mondja, hogy bűn, és kész. Most, ha ezt ilyen szigorúan értelmezzük, akkor azért ez is felvet problémákat. Eleve én az elején azt mondtam, hogy nem értek egyet azzal, hogy minden esetben szó szerint értelmezzük a Bibliát, Teljesen függetlenül a kontextustól, a szerző szándékától, az icymélébentől, a műfajtól, meg stb. De ha mégis azt szeretnénk, hogy Pál írásait így kezeljük, akkor ez több problémát is felvet. Ha ez így van, akkor szó szerint értelmezésben Pál csak a férfival való hálást ítéli el. Ez viszont azt jelenti, hogy ez alapján nem tudjuk elítélni a homoszexuális cselekedetek nagy többségét, mondjuk a készfogást, a csókot, vagy azt, amikor nem történik mondjuk teljes egyesülés. A második probléma pedig az, hogy nézzük meg alaposabban ezt a felsorolást. Idehozom nektek a korintusi levélből a vonatkozó ige szakaszt. Az első korintusi levél 6. fejezet 9. versétől olvasom. Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem báványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló, nem örökli Isten országát. Ugye itt megy a nagy vita, hogy hogyan is kell értelmezni pontosan ezeket a szavakat, mik az eredeti görög szavaknak a pontos jelentései. Ugye a kéjenc az jelenthet nőies férfit, vagy férfi prostituáltat. A kicsapongó pedig az arsenokoitész, ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy férfival háló. Ha elfogadjuk azt a kiindulási alapot, hogy Pál ezekben végérvényes és abszolút ítéletet mond, és el kell fogadnunk, hogy ezek az emberek nem öröklik Isten országát, akkor szerintem nagy bajba kerülünk. Mert ha elolvasod ezt a felsorolást, akkor Pál nem csak a meleg cselekedeteket ítéli így el, hanem elítéli például a lopást. Tehát ha te életedben egyszer is blitzeltél a BKV-n, vagy letöltöttél illegálisan filmet, vagy használod mondjuk a haverod Netflix fiókját, akkor bajban vagy. De elítéli Pál a részegeseket is. Tehát, hogyha te voltál már részeg, voltál már másnapos, vagy ne adj Isten, gyakran szoktál lenni részeg vagy másnapos, akkor sajnos ezen értelmezés alapján egy kategóriába esel velem és a melegekkel. Ja, és ne hagyjuk ki az értelmezésből mondjuk a hosszúhajú nőies fiúkat se. Akkor ők sem részesülhetnek a mennyek országában. Szóval itt egy dilemma elé kerültünk. Vagy szó szerint és szigorúan szűken értelmezzük ezt a felsorolást, és akkor nagyon sokan bajban vagyunk, vagy pedig tudunk árnyaltan nézni egy ilyen kérdést, és azt tudjuk mondani, hogy mondjuk van különbség, egy bkv való blitzelés és mondjuk 100 milliárd forint ellopása között, vagy van különbség a között, hogy valaki mondjuk egy szegénytől lop, vagy éppen mondjuk kleptomániában szenved és nem tud nem lopni. Ezek mind-mind különböző helyzetek, és azt tudjuk mondani, hogy az egyik helyzetben bűn, az egyik helyzetben nagy bűn a másik helyzetben, kis bűn a harmadik helyzetben, meg azt gondoljuk, hogy ez nem is bűn. Én nem gondolom azt, hogy egy kalap alá esik mondjuk egy kultikus prostitúcióban való részvétel és mondjuk egy szerető párkapcsolat. És az állításom az, hogy ezt pár sem gondolja. Félreértés ne essék, tudom, hogy ezzel a gondolatmenettel nem bizonyítottam, hogy a homoszexuális cselekedet minden esetben elfogadható lenne, de cáfoltam azt, hogy állapostól írásaiból kiindulva minden esetben bűnnek lehetne mondani. És akkor még egy gondolat Szabados Ádámhoz. Ő az írása végén azt állítja, hogy tehát levezetve az ókor a homoszexuális minden formáját ismerte, és a bibliai szerzők minden egyes formáját morális vétségnek tartották. Ebből a kiindulva már látjuk az, hogy ez a mondat igazából tarthatatlan. Egyrészt nem minden bibliai szerző ismerte ezt, hogy Pál ismerte, az valószínű, de nem tudjuk és nem következik, hogy igen, csak sejthető. És az meg, hogy a homoszexuális minden formáját elítélni a Biblia, ez egyszerűen nem bizonyított. És még egy utolsó gondolat, Ádám egy érvelési hibát is elkövet, ez pedig a hamis kompozíció hibája, amikor egy egyediből következtet egy általánosra. És tulajdonképpen ebben a témában, ha a Bibliát vizsgáljuk, akkor ez általánosan jellemző, hogy egy-egy egyedi esetből, egy-egy egyedi igehelyből egy teljes általános teológiát levezetünk. Szerintem ez így téves. Lássuk az egyház tanítását, és ez lesz az igazán érdekes. Ahogy említettem már nektek, az egyház ebben a kérdésben nem határozott meg még dogmát. Valószínűleg ennek az is az oka egyébként, hogy ahogy a katekizmus fogalmaz, ennek a jelenségnek, a homoszexualitásnak a pszichés háttere nagy részt feltáratlan, tehát az egyház még várja, hogy a tudományos fejlődés milyen eredményeket hoz ezen a téren. Kisebb tekintélyű tanítóhivatali megnyilatkozások vannak, a hitani kongregáció, persona humana dokumentuma, vagy a kategizmus is beszél róla, ezeket most nagyon gyorsan meg fogjuk nézni. Az viszont fontos, hogy ugye katolikusként azt tanultuk, hogy hívő engedelmességgel kell fogadni az egyház tanítását, de ez nem jelenti azt, a dogmán kívül, hogy ne lehetne kérdéseket feltenni, ne lehetne beszélgetni róla, ne lehetne további vizsgálódásokat, kutatásokat folytatni. Sőt, azt is látjuk, hogyha őszinték vagyunk, és mondjuk tanultunk egy kicsi egyháztörténelmet, hogy akár a hitani kongregációnak a határozatai, akár a katekizmusnak a mondatai is változhatnak az időben. Sőt, ahogy említettem, az anonim keresztények problémáját, akár egy dogmai értelmezése is jelentősen megváltozhat. Például az utóbbi évszázadokban, ha visszanézitek, akkor nagyon komoly változás állt be. Száz évvel ezelőtt még a hitani kongregáció tiltotta mondjuk az ökumenikus imaesteken való részvételt, ma viszont már mi szervezzük őket. Korábban azt gondoltuk, hogy a hamvasztás például a test feltámadása elleni tanúságtétel, tehát tulajdonképpen a test feltámadásának a tagadása. Ma már nem gondoljuk ezt azokról, akik elhamasztatják magukat vagy a rokonaikat. Ma azt gondoljuk, hogy ez igazából tulajdonképpen csak egy gazdasági kérdés. Volt idő, amikor az egyház mondjuk tiltotta a boncolást, vagy az injekció használatát, ma természetesen ezt már megint csak nem így gondoljuk, mert az egyház, amikor találkozik a tudomány fejlődésével és az új felfedezésekkel, akkor a tanítását igenis hozzáigazítja az újabb eredményekhez. Félreértés nelség, én katolikusként látom azt, hogy az egyházban, ami állandó, az például az, hogy a, az értékeinkhez ragaszkodunk, és az értékek megfogalmazása tulajdonképpen az, ami változik, illetve annak a felismerése, hogy egy-egy helyzetet jobban megértünk. Éppen ezért melegként számomra egy nehézséget okoz az, vagy fájdalmat okoz az, hogy az egyház látszólag ebben a kérdésben nem kutakodik, nem gondolkodik, nincsen párbeszéd, nincsenek az igazán felmerülő kérdések megvitatva, miközben ez igazán húsba vágó sokunk számára. Számomra katolikusként nagyon jó lesne, hogyha azt látnám, hogy az egyház a maga súlyosságában kezeli ezt a kérdést. Hogy empatikusan érzi mondjuk az egyházi vezetés, hogy ez igenis nagyon sok embernek nehézséget okoz, és nagyon sok embernek mindennapi kérdése ez. Például, amikor Ferenc pápa kiadta a rendeletben, hogy meg lehet áldani a melegeket, akkor számomra nagyon fájdalmas volt, hogy a, a magyar katolikus püspöki kartól csak egy nagyon rideg, empátiamentes és lezáró nyilatkozat jött, hogy már pedig mi nem. És olyan jó lett volna, hogyha megragadják ezt az alkalmat, és azt mondják, hogy akkor kezdjünk el beszélgetni erről, kezdjünk el beszélgetni a lehetőségekről, hallgassuk meg a másik oldalt, meddig tudunk elmenni ebben a kérdésben a kompromisszumok terén, stb. Hogy ez nem történt meg, ez mutatja azt, hogy itt még nagyon-nagyon sok minden van, ami felé el lehetne lépni, nagyon sok fejlődési lehetősége van még a teológiának. Abba is gondolj bele, kedves katekus testvérem, hogy amíg te pusztán annyit teszel ebben a kérdésben, hogy agyon szajkozott bibliai és katekizmus helyeket ismételgetsz, addig lehet, hogy olyan valaki érintett a környezetedben ebben a kérdésben, aki számodra is fontos, és akár érzelmileg közel áll hozzád. A gyereked, a testvéred, a barátod, akár a kedvenc papod, a lelkivezetőd, bármi. Ezért hívlak arra, hogy most legyél empatikus, és próbálja egy kicsit elszakadni a korábbi berögzült és agyon ismételgetett közhelyektől. Nézzük is akkor azokat a tévedéseket, hiedelmeket, amik rögzültek, de nem az egyház tanítása, mégis úgy adjuk tovább őket, minthogyha az lenne. Az első dolog, amit már mondtam, hogy az egyháznak nincsen dogmatikus tanítása ebben a kérdésben, tehát nincsen olyan, amivel szemben eretnekséget állíthatnánk, hogyha valami kérdést felteszünk. Talán az egyik leggyakrabban ismételt gondolat vagy fogalom a homoszexualitással kapcsolatban a katolikus egyházban az, hogy égbe kiáltó bűn. Én nagyon sokat kutattam, hogy ez az égbe kiáltó bűn kifejezés honnan ered. Ezt sem tanítóhivatali dokumentum, sem például a katekizmus nem használja. Az égbe kiáltó bűn az tulajdonképpen néhány teológus által felvetett kategória, amire soha nem nyomta rá az egyház a pecsétjét, ez nem az egyház hivatalos tanítása. Ugyanúgy, ahogy mondjuk tanítjuk akár hittanórán például a hét bűnt, egyébként az égbe kiáltó bűnöket is tanítjuk hittanórán, ugye a hét bűnt, ezt is egy teológus írta le, és azóta átvettük tőle, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy például a hét fő bűnben szereplő harag, az még az egyház tanítása szerint sem lehet bűn. Tehát eleve hamis, hibás ez a hét bűn felsorolás. Az égbe kiáltó bűn ugyanígy problémás. Egyrészt, hogyha megnézed, hogy mi a négy égbe bűn, ugye a homoszexuális cselekedet, a szándékos gyilkosság, az özvegyek árvák sanyargatása és a munkások bérének visszatartása. Ezzel csak az a probléma, hogyha belegondolsz, ebből kakuk tojás a homoszexuális cselekedet, hiszen az másik három az mind valamilyen súlyos igazságtalanság egy aláfölé rendelt viszonyban egy gyengébb emberrel szemben. Nem lehet egyszerűen egyenlő azzal, hogy megölelek valakit, azzal, hogy megölöm őt. Hiszen, hogyha azt kéne gondolnom, hogy ez égbe kiáltó bűn, akkor tulajdonképpen ezzel azt mondom, hogy ez a kettő, ez egyenlő morálisan. És talán azért mondtam így kisarkítva, mert talán te is érzed, hogy azért ez eléggé irracionális. Ha ezt az egészet a teremtés rendje elleni lázadásnak tekintjük, akkor érthető ez a szigorú ítélet, de nem ismerek olyan embert, aki valaha úgy ment volna bele egy kapcsolatba, hogy gyere lázadjunk a teremtés rendje ellen. Mindenki kapcsolódni szeretne, társra vágyik, szeretetre vágyik, nem az Isten elleni lázadásra vágyik az ember. És éppen ezért az, hogy szeretem Jézust, az nem, nem megy szembe azzal, hogy szeretek egy másik embert nem az egyház hivatalos tanítása az sem, hogy a melegeket ne lehetne a gyónásban feloldozni, vagy ne lehetne feloldozni őket akkor, hogyha nem ígérik meg szentül, hogy soha többet nem követik el, vagy az sem, hogy ne lehetne őket feloldozni akkor, hogyha mondjuk együtt élnek valakivel. Ugye mondhatjuk ezt állapotbeli bűnnek, de tulajdonképpen az állapotbeli bűn definíció szerint az, amikor valaki elválik a törvényes házastársától, és valaki mással házasságot köt polgárilag. Mert akkor papírral szentesíti azt, hogy ő a már meglévő házastársi kapcsolata mellett egy másik kapcsolatot létesített. Az nem állapotbeli bűn, hogy valami bűn folyamatosan ismétlődik. Ha ez így lenne, akkor tulajdonképpen gyónásban nem oldozhatnánk fel azokat, akik mondjuk rendszeresen visszajárnak, hogy önkeligítenek, vagy visszajárnak, hogy pornófüggők, vagy visszajárnak, hogy folyamatosan mondjuk fogamzásgátló szereket használnak a házasságukban. Tehát megint csak az a kérdés, hogyha szigorúak vagyunk az egyikkel, akkor miért nem vagyunk szigorúak a másikkal, és hogyha a másikkal nem vagyunk szigorúak, akkor miért vagyunk szigorúak az egyikkel. Tehát amit itt állítok, az az, hogy muszáj árnyaltan kezelnünk ezt a kérdést is, ugyanúgy, mint mindegyik másikat. Amúgy fun fact, hogy a jelenlegi gyóntatási gyakorlat szerint, hogyha nem lenne párom, hanem mondjuk adott esetben minden este mással lennék, akkor megkapnám a feloldozást, viszont mivel párom van, akkor ezért nem kaphatom meg a feloldozást. Tehát ez is számomra, amikor ezen a témán gondolkodtam, akkor felmerült bennem, hogy tulajdonképpen a jelenlegi gyakorlat egy eléggé paradoxon állásponthoz vezet el minket, tehát vizsgáljuk felül, hogy ez az eredeti gyakorlat, amit most követünk, ez a gyakorlat, ez valójában így oké okay -e. Mit tanít a katekizmus? Ugye, amit nagyon sokszor szoktunk mondani, ezt fel is olvasom, a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek, nincsen olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének eddig. Oké, okay, ezt mondja ki a katekizmus. Viszont itt jön, amit nem szoktunk felolvasni, de ugyanúgy tanítja a katekizmus, mert a következő mondatban szerepel. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, akiknek a homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. Ez a hajlam, amely ob objektíve rendetlen, többségük számára próbatételt jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngétséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Ez azért érdekes, mert valahogy ezt nem szoktuk idézni, és valahogy ezt nem szoktuk számon kérni. Tehát hiába tanítja a katekizmus, hogy kerülni kell a melegekkel szemben a hátrányos megkülönböztetést, ahogy az előbb mondtam, a gyontatószékben általában a melegek nagyobb szigorral találkoznak, mint mások, akik egyébként adott esetben ugyanúgy rendszeres vagy visszatérő bűnben vannak, és azt is látni kell, hogy én még például nem nagyon találkoztam olyannal, hogy valaki mondjuk az állását elveszíti azért, mert elvált, vagy mert mondjuk fogamzásgátló szereket használ, mondjuk akár egy katolikus fenntartású munkahelyen, vagy egy katolikus szemléletű munkahelyen, de olyannal már többször találkoztam, hogy valaki a homoszexualitása miatt kellett, hogy eljöjjön egy ilyen munkahelyről. A hátrányos megkülönböztetés például ott is megvan, hogy tartunk lelki gyakorlatokat elváltaknak, tartunk lelki gyakorlatokat abortuszonál, bánatesett nőknek, de én olyat még nem hallottam, hogy mondjuk melegeknek tartanánk lelki gyakorlatot. Gondoljatok abba is bele, hogy mondjuk ha vesszük például a, a szándékos gyilkosságot, amit ugye a tíz parancsolat tilt, ne őj. Még ezzel kapcsolatban is képesek vagyunk árnyaltan kezelni a különböző helyzeteket. Ugye katolikus szempontból egy helyzet, egy cselekedet megítélése három dologtól függ. A tájtól, a szándéktól és a körülménytől. Lágy, miről beszélünk, mondjuk például a gyilkosság, szándék, mi volt az elkövető szándéka, körülmények, mik voltak az elkövetés körülményei. Nem ugyanaz, mondjuk megölni valakit az utcának egy átatlan ember, és for no reason, csak oda megyek hozzá és megalom, ez abszolút égbe kiáltó bűn, ez abszolút nagyon súlyos bűn, viszont adott esetben egy gyilkosság nem csak hogy nem bűn, hanem adott esetben még kötelesség is lehet mondjuk egy honvédőháborúban, vagy mondjuk egy önvédelmi helyzetben, vagy mondjuk amikor a családomat védem, akár egy sorozatgyilkostól, vagy nem tudom én micsoda, adott esetben még kötelesség is lehet, hogyha másképp nem tudom elhárítani a veszélyt. Tehát, hogyha képesek vagyunk az egyik esetben alkalmazni az erkölcsteológia legalapvetőbb szempontjait, hogy egy cselekedet megítélése mindig a tájtól, a szándéktól és a körülménytől függ, akkor miért nem vagyunk képesek mondjuk a homoszexualitás esetében ugyanezt megtenni. Még egy érdekes dolgot idehozok a katekizmusból, ezt az önkielégítésnél írja a katekizmus, így szól. Ahhoz, hogy a személyek erkölcsi felelősségéről helyes ítéletet alkothassunk, és a lelkipásztorkodásnak irányt mutathassunk, figyelembe kell venni az érzelmi életlenséget, a szerzett szokások erejét, a szorongásos állapotot és egyéb pszichikai vagy társadalmi tényezőt amelyek enyhíthetik, talán a minimumra is csökkenthetik az erkölcsi bűnösséget. Tehát a katekizmus még az önkielégítéssel kapcsolatban is tud arról, hogy vannak olyan tényezők, amik akár a minimumra csökkentik az er egyénnek a felelősségét. És itt most tegyünk egy kitekintést Nikolózira. Még én is abban az elhíresült m videóban lobogtattam a könyvét, a reparatív terápiákról, a szígyen és kötődésvesztés című könyvet. Ugye mit állít Nikolózi? Ő azt állítja, hogy a homoszexualitás az ő véleménye szerint egy fejlődés-lélektani elakadás, amit az azonos nemű szülő érzelmi és vagy fizikai hiánya okoz. És ez tulajdonképpen olyasfajta tünetegyüttes, mint más esetben a függőségek. Tehát a homoszexuális ember a belső bizonytalanságát, a, a belső ö, stabilitásának a megbillenését azzal kompenzálja, hogy homoszexuális módon kapcsolódik egy másik férfihoz és per vagy nőhöz. Miért érdekes ez? Túl azon, hogy itt most nem tisztem minősíteni ezt, vagy eldönteni, hogy Nikolózinak igaza vagy nem, katolikus szempontot szeretnék idehozni. Ha Nikolózinak igaza van, akkor ez erkölcs-teológiai szempontból azt jelenti, hogy egy homoszexuális ember nagyjából az abba a kategóriába esik, mint mondjuk egy súlyosan alkoholista ember. Ugye, ahogy az alkoholista mondjuk a szorongásai elől, az élet nehézségei elől az alkoholba menekül, úgy a homoszexuális ember Nikolózi szerint a belső stabilitás megbillenését egy reparatív vágyban, a homoszexuális vágyban ö, állítja helyre. Ha ez így van, akkor viszont azt mondani egy meleg embernek, hogy éljen ön megtartóztatásban, legalább annyira reális, és legalább annyira jogos, mint mondjuk egy alkoholistának azt mondani, hogy mostantól ne ígyon semmit. Nem én mondom, Nikolózi mondja. Ha Nikolózinak van igaza, akkor abból az következik, hogy nem lehet égbe kiáltó bűn, sőt, még súlyos bűn sem lehet, hiszen a pszichés körülmények ezt nem teszik lehetővé. Égbe kiáltó vagy halálos bűn akkor lehetne, hogyha valaki tudva és akarva, tiszta elmével olyat tesz, amiről tudja, hogy rossz, és szándékosan rosszat tesz. Már ebből láthatjuk, Nikolózi alapján, hogy ez ebben az esetben nem lehetséges. És az egyéni felelősség mértéke is abszolút kérdéses, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy alkoholista esetében, és itt megint csak visszacsatolok arra, hogy az alkoholistákat nem zárjuk ki az egyház közösségéből. És végezetül most néhány gondolatot szeretnék személyesen és közvetlenül azokhoz intézni, akik velem egy cipőben járnak. Nagyon-nagyon fontos, amit tudnotok kell. Hogy Isten számára ti nem egy törvényszöveg, nem egy paragrafus, nem egy jogszabály vagytok, hanem az ő szeretett gyermekei. Az Isten vágyik a veletek való találkozásra. Vágyik arra, hogy üdvözíthessen titeket, vágyik arra, hogy veletek legyen. Ne higgyetek azoknak a hangoknak, akik ettől el akarnak tántorítani. Egyszer egy bölcsember azt mondta nekem, hogy igazából nem a bűneink tartanak távol minket Istentől, hanem az a meggyőződés, az a hamis tudat, hogy a bűneim miatt nem imádkozhatok, a bűneim miatt nem mehetek templomba, a bűneim miatt nem borulhatok le Isten előtt. Ne hallgassatok ezekre a hamis gondolatokra, mert az Isten úgy át titeket, mint a tékozó fiút az édesapja. Jézus egyszer azt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, és én felüdítelek titeket. És nem tette hozzá, hogy csak akkor jöttek, és csak azok jöhetnek, akik minden törvényt teljesítenek, és akik minden tekintetben makulátlanok, és akik befizették az egyházi adót. Nem szabad feltételt. Azt mondta, jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, akiknek szükségetek van a jelenlétemre. És ezt nagyon sokszor el szoktuk felejteni. Hogy Jézus maga mondta magáról, hogy a betegeknek kell az orvos, nem az egészségeseknek. És ezért nagyon szeretem Ferenc pápa lelkületét, aki az Eukarisztiával kapcsolatban mondta egyszer, hogy az eukarisztia az nem jutalom a győzteseknek, hanem orvosság a betegeknek. Ezt kéne megtanulnunk. Ezért gondolom az, hogy újra kéne gondolnunk ezt az egész történetet, méghozzá Jézus lelkületével feltenni azt a kérdést, hogy mit tenne Jézus, hogyan viszonyulna Jézus itt és most ma hozzánk is ezekhez a helyzetekhez. Szóval ne hallgassatok a farizósokra, akikre igaz Jézus mondása ma is így hangzik. Bezárják a mennyekországát az emberek előtt, maguk nem mennek be, és akik beszeretnének jutni, Azokat meg nem engedik be. Isten szeret titeket, Isten vár Isten hívtiteket a mennyek országába. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy tudtam sokatoknak segíteni, és kérlek titeket, hogy ha erről a témáról beszélgettek, akkor legyetek empatikusak hiszen nem tudhatjátok, hogy a környezetetekben ki az, aki érintett. És ha úgy érzed, hogy neked segítségre van szükséged, akkor bátorítalak, hogy kér segítséget, mert ez egy nagyon nehéz út. Összeegyeztetni a hitünket a homoszexuális érzéseinkkel, ez nem könnyű feladat. Van erre lehetőség, kér segítséget. Köszönöm, hogy néztek minket, köszönöm, hogy velem vagytok ezekben a videókban. Még egyszer mondom, várunk titeket a komment szekcióban, természetesen minden véleményt szívesen fogadunk. De ne felejtsétek el, hogy a vélemény szabad a tisztelet viszont kötelező. És természetesen arra kérünk titeket, mert ez számunkra is nagyon fontos, hogy lájkoljatok, iratkozatok fel, és hogyha lehetőségetek engedi, akkor a leírásban található linken támogassatok minket. Köszönjük, hogy vagytok, sziasztok!